kiállítás megnyitására május 3-án került sor. Az ifjú alkotóknak Musics Istvánné igazgató helyettes gratulált. Mindig egy kicsit korábban nyitjuk meg azért, hogy ne csak az előadó művészet, ne csak az ész, az értelem, a sport kapjon hangsúlyt, hanem kapjon hangsúlyt a művészet is. A képzőművészet. Amikor a kiállításra gondolok, akkor mindig egyetlen egy szó jut eszembe, ez az egy szó pedig az, hogy köszönöm. Köszönöm a kollégáimnak, hogy lelkiismeretesen művészi hajlamaikat, belső értékeiket a gyerekeknek átadva olyan kis produktumokat hoznak létre, amik itt most a zsibogóban láthatóak. És természetesen köszönöm nektek is, gyerekek, hogy ilyen lelkesen, odaadóan mutatjátok fel önmagatokat. Vallottok arról, hogy mit gondoltok a világról, mit éreztek a világról, és egyáltalán milyen gondolatok fogalmazódnak meg bennetek a mindennapokban. A képzőművészet és a természet idén találkozott az iskolanap programjában. A kiállított alkotások egy része a Vízvilágnapja alkalmából született, és ehhez adott irodalmi hátteret a felső tagozatosok verses műsora. Ó természet, ó dicső természet, mennyed, merre versenyezni véled, mind nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Ma sok színű víz gyöngyök csillognak, máskor boros levelének látnak. Ma mohón és vidáman öleli, fölül a fény és alul az árnyék. A fű még az esőtől nedves, s a sétány már szárazon ásít. És méregzölden rángatja az utat, a tergyomló és gyöngyöző. A kiállítás anyagát és a tanulók alkotói tehetségét Borbás Zoltán művésztanár, a tárlat összeállítója méltatta. Ebben az esztendőben, ahogy az elhangzott az itt levő kis együttestől is, a víz, mint az egyik őselen került képzőművészeti kiállításunk középpontjába. Az a csodálatos víz, ez volt a kiírt pályázat címe. Miben látják a gyermekek a víz szerepét? Mi jut eszükbe róla? Hogyan lehet ezt ábrázolni? Gyermekeink ábrázolásában megjelennek a folyóparti tájak, halak, vízesések, hullámok, horgászok, mitológiai állatok, amelyek a kék elemben élve viszik végbe csodálatos tetteiket. A kiállított munkában kicsinyeink ragaszkodnak a hagyományos gyermeki látásmód elemeihez, míg a nagyobbaknál a mesélőket a gondolkodással és az elvarkoztatással párosulva magasabb szinten üzen a nézőnek. Ők már képesek szimbólumokban gondolkodva megfogalmazni ötleteiket. Ez a kiállítási anyag a tanári folyosójának a végén látható. A kiállítás másik része, mellettem balra, nektek jobbra, tanulóink ez évi munkáiból összeválogatott kiállítás, ami a grafikai csoport ez évi második félévi munkáival került kiállításra. Ez részben tehát a kitűnően elvégzett órai munkákból áll, másrészt viszont nagy örömet jelentett számomra, hogy több tanulónk, akik nem is járnak grafika szakkörre, elmélyült otthoni rajzait és a közönség elé tárhatjuk. Befejezésül pedig hadd szóljak alsós növendékeink kézműves tevékenységéről is. Évek óta figyelem már, hogy tanítóink milyen hatalmas erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a vizuális nevelés bővérű utánpótlását biztosítsák számukra. Az itt kiállított tárgyak, rajzok is ennek a szellemi nívónak és elvárásnak a termékei. Én a magam részéről is szeretném megköszönni ezt a nemes elhivatottságot, a jó értelembe vett vizuális szakma nevében.